Üdvözlök ismét a mindenkit! Ismét látható maga a határ. Látható, de van szedve. Jó, kukoricát. Labban. Nem csúcsán szedik, hanem lekombájozzák. Több tápanyag marad a földbe, netán, hanem préselik be. De préselik akkor sokkal kevesebb tápanyaga lesz a földnek, mint hogy csövesen szedték, volna le. Tovább lehet látni, hogy mik is vannak. Mi is van? Szét van. Majd van még a kukorica. Lesütött a nap. Ütették már a repcét elvetve. Jó nagy darabon. Tovább is lehet. Látható a régi vasútsín. Nem lettek már erre az évre meg lett volna építve. Nem lett vele semmi se. 10-20 év után talán egyszerűbb lett volna, ha az autópályára helyett építettek volna a vasutat. Sokkal kevesebb munkába járt volna. Dolog. Tovább is mindig a repcét lehet látni.
más mindent. A kukoricát is van kombályozva. Tovább is lehet látni. De van. Aratva. Tovább lehet látni, hogy nincsen. Aratva. És az a baj, hogy ezek az újabb technológiával való kombályozások egyre jobban ki van használva a föld, nem hagyják benne, nem felpréselik, és akkor egyszerűen a föld elveszíti a talpanyagát. Köszönöm a figyelmeteket ismétlen. Szevasztok!